2013-as Nürnbergi kiállításon mutatta be a Sauer az új modelljét, a Sauer 101-et. A Sauer 101 szintetikus tusú változatban, illetve fatusos változatban is kapható, már elérhető itt a magyar piacon is. Az idei évi Fehován mind a két modellt be szeretnénk mutatni a nagy közönségnek. Egy nagyon kedvező, ár-érték arányban verhetetlen fegyverről beszélünk. A működése egy nagyon-nagyon megbízható, biztonságos, egy 65 fokban nyíló zárdugattyúval, kivehető tára, nagy tárkapacitással rendelkező fegyver, 4 illetve 5 lőszeres standard magnum kaliberekben, a fegyver gyorsító nélküli, de egy nagyon finom, határozott elsütéssel rendelkező modell. A magyar piac nagyon várta ezt a modellt, egy ilyen árkategóriában lévő modellt, egy ilyen magas műszaki tartalommal. A Mauser szintén egy újdonsággal készült az idejében a látogatók számára. Megjelent a piacon a Mauser M12-es, fatusos és szintetikus tusos változatban is kapható. A fegyver követi és jellemző mindazokkal a Mauseres tradicionális tulajdonsággal. Egy egyenes tushát, egy pofadék, egy Monte Carlo pofadékkal, nyílt irányzékkal lévő fegyver. Egy hagyományos, tradicionális Mauser fegyver a 21. század igényeire épülve. Kivehető táras, nyílt irányzékkal lévő, klasszikus, tradicionális fegyver. A Blazer megjelent a piacon az R8 Professional, illetve a Professional Success modellel, ami a 2013-as év talán egyik legnagyobb sikere. Többféle kivitelben kapható, gumibetéttel, bőrbetéttel, illetve kapható egy exkluzív modell, a Monza, ami fekete, piros szegélyű bőrbetéttel készül, egy gyönyörű, exkluzív modell. A Blazer ezen kívül rendelkezik, és természetesen nem hazudtolja meg önmagát, kihozott ebbe az évben is gyönyörű szép fatusos kiviteleket, megjelent a piacon a Stradivari kivitel, ami egy ezüstszínű rendszerkamrára épülő exkluzív fegyver, megjelent a Ruthenium, ami az eleganciát sugallja, a kecsességet, a bájt. Cez tavaly évben kihozta a Cez Conquest HD távcsőcsaládot 8 és 10-szeres nagyításban 42-es tárlencsével. Az idejében kihozta a magyar közönség számára talán legnépszerűbb tárlencse méretet, az 56-osat. Ez a távcsőcsalád létezik 8, 10 és 15-szörös nagyításban. Talán a lesvadászatok egyik favoritja lehet a 8-szoros nagyítás, az őszbakvadászatok elengedhetetlen kelléke lehet a 10-szeres nagyítás, a 15-szörös nagyítás pedig már akár spektívként is használható. A magyar vadászok körében egy roppant népszerű, ezzel a tárlencse mérettel bővült ez a család, mert a magyar közönség, a magyar piac már nagyon vár. Egy kifejezetten jó, jól használható lestávcső került a piacra.